Meine Damen und Herren, kedves Nénesvárosi lakosok, tisztelt elnök asszony, a kisebbségi önkormányzatnak az elnökségi tagja és minden lelkes támogatója. Mindig szívesen jövök erre, ha van időm, szürke pátriára, és úgy érzem, hogy ezt mindannyian jól tudjuk, hogy a jövőnk a múltunkból és a jelenünkből következik. Az, hogy a gyökereink milyenek voltak, az alapvetően meghatározza a jelenünket, és meghatározza azt is, hogy az az út, az körülbelül hová vezet. Én őszintén örültem valóban, amikor az elnök asszony megkeresett azzal, hogy ez a múzeumi, a Korvin János Múzeumhoz tartozó kiállítási egység, ez ugye nappal itt van egy 8 órán, és nem hozzám férhető, csak nagyon körülményesen a kuptagok számára, és hogy ők szívesen átvenni a német kisebbségi önkormányzat ennek a működését. Hát én azt hiszem, hogy kicsit hamarabb megy az ér, de hát nem ment az olyan gyorsan. Sikerült letisztázni azt, hogy ugyanazokat a pénzügyi kondíciókat lehetőleg kapja meg a kisebbségi önkormányzat, ami a múzeum költségvetésében a fenntartása volt, és amiért én nagyon képokból is még külön örültem, hogy egy száraz intézmény helyett egy olyan pezsgő, multifunkcionális, ugye ez egy divatos szó ma, de a legjobban fejezi ki azt a funkciót, amit, vagy feladatokat, ami magában foglal, alakul ki, amely sokkal gazdagabbakká teheti az ítélőket, és áttételesen gyúl a városát is. Egyáltalán nem mindegy, hogy van egy hely, ahova be lehet este fele nézni, ahol az emberek jól érzik magukat, ahol véleményt cserélhetnek, különböző programokat tervezhetnek maguknak, és jól érzik magukat. Ugye minden ember annál gazdagabb, minél több közösségnek a tagja. Hát ez egy olyan közösség, amely nagyon szép eredményeket ért el az elmúlt években, és én úgy érzem, ez egy fontos állomás volt a kisebbségi önkormányzat és a gyulai németség életében, hogy saját maguk rendelkeznek az épület felett, és hát ha jól tudom, akkor adott esetben, ugye amikor egyébként zárva van a múzeum, de jön egy olyan csapat, aki szívesen bejönne ide és megnézni, mik a gyulai emlékek, akkor telefonon ki van írva az elérhetősége az illetőnek, és akkor nem mint egy alkalmazott viselkedik, hanem úgy, mint ennek a közösségnek a tagja. Tehát egy ilyen közösség minden olyan dolgot meg tud csinálni, amit egy hivatal, egy intézmény soha. Ott meg van, hogy mennyi a munkaidő, ezért kapom a fizetést. Ezt a munkát nem lehet megfizetni. Ezt munkaidőn kívül csinálják általában az emberek, szívből csinálják, nem nézik, hogy az időben, energiában mennyibe kerül. Én ezért őszintén szeretnék gratulálni a német kisebbségi önkormányzatnak, és főleg azt kívánom, hogy pezsegjen itt az élet, minél többször használja a csapat. Most még ugyan nem sokára tavasz van, de azért még van egy kis idő, mert gondolom a téli hónapokban nagyobb igény van, hogy el lehessen tölteni egy-két órát megfelelő baráti körben, egy-egy jó témát megbeszélve, megvitatva. Tehát én azt kívánom még egyszer, hogy jó egészséggel használják az épületet, és ez szolgálja mind a gyulai németség, mind pedig Gyulának az érdekét a lehető legjobb módon. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm!